Szép jó reggelt kívánok, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A túrámnak ez már a negyedik napja. Pont itt az előbb eszembe jutott Petőfi Sándor gondolta, hogy akkor írta azt, hogy nem szeretne ágyban bárnak meghalni, akkor az jutott eszembe, hogy Peti olyan rohadt kényelmes gyerekek, hogy csak na. Jaj! Na mivel kerékpár túráról van szó, és nem állatkerti látogatásról, ezért nézzük meg, milyen lesz az időjárás. Azt mondja, hogy hát igen, jó párás eddig. Nézzük meg a másik oldalt. Hú, jó kis csípős hideg van. Kilátásból nem látszik az égvilágon semmi, akár mondjuk az Alföld kellős közepén is lehetnénk. Akkor egy picit itt látszik, hogy emelkedik az út. Megnéztem az időjárás jelentést, és ó, mondom, majdnem káromkodtam egy akkorát, mert még nem frissítette magát az oldal, és mutatta nekem a tegnapit. Azt látom, hogy egész napra mondja az esőt. Ó, mondom, hogy azt a rohadt mindenit, hát nem hiszem el, hogy ma is esni fog az eső. Na, csukd be a szememmel, feloutom a villanyt. Hajdúlasan. Egyszer. Ez volt a takarékos, most jön a nem takarékos. Még egyszer. Olyan jó kis párnám volt, meg olyan jó vastag volt ez a takaró, hogy ezt elmondani nem tudom. Egy élmény volt benne aludni. Nagyon bizakodom itt a mai napban, hogy megjön a jó idő. Egyébként 22 fokot mutatnak. Íme, planát néztem ki. Ez innen vagy 60 km van, de Kálói-Variba is hasonló az idő. Erről van szó. Hát ilyen napos, felhűs idő vegyesen, egyébként elég hűvös lesz, tehát reggel még mindössze csak 9 fok lesz, a 10, de mindig hidegebbnek fogjuk érezni. Reggel, aztán már majdnem. És akkor a hét további része az körülbelül hasonló, viszont péntektől már melegebb lesz. Vasárnap még ilyen záporos, napsütéses idő lesz. Így. Szokásosan ágyból tervezgetve a túrát. Már megint eljátszottam a gondolat, hogy mennyit megyek ma. Aztán meglátjuk, hogy abból mi lesz. Lehet, hogy még ma visszamennék Németországba. Nem tudom, nem hiszem, hogy lesz rá esély. Néztem a szinteket, nem lesznek vészes szintek. Lesz egy komolyabb kaptató ma mai nap az út során. Megkérdés, hogy Kálói-Variba mennyit tökölök. A track az meg van csinálva. Ja igen. Brightonról annyit még mondjak, mert hogy minden sok jót, meg főleg rosszat lehet hallani. Tegnap kapta az esőt nagyon nagy ívbe, semmi baja nem lett. A térképet nem jelzett egyszer se, tehát a fehér képernyője meg volt. Kiírta, hogy folyamatosan tölti a térképet, de egyszer sem töltötte be ezeket az utcarészleteket. Viszont a kanyarról kanyarra funkciója az működött nagyon jól, hogy amíg leprogramoztam útvonalat, azon vitt folyamatosan. Tehát ezzel a részével nem volt gond. Na most nem tudom, tehát hogy én nem méreg drágán vettem, ugye ezt már mondtam nektek, hanem én fél ár alatt vettem egy picivel. Erre nekem nagyon tökéletesen megfelelt, meg most a táblákat is néztem. Néha összevetettem a Google-lal, tehát azt gondolom, hogy akinek ezek után ezzel, meg a kinti táblákkal nem tud boldogulni, az reménytelen, hogy így navigáljon, tehát hogy azt mondom, hogy ezzel el lehet boldogulni bőven. Eddig egyszer se tévedtem el. Jó, valamikor sűrűen meg kellett állni, hogy akkor innen, hol, merre tovább, de az csak mind azért volt, hogy ne kelljen pluszba utat megtenni. Az éjszaka nasoltam egy kicsit. Ú, de jól esett. Panaszra nem lehet semmi okom, mert csak egyszer esett az eső, az is szombat délutántól kedd délutánig.
cuccom, és akkor itt a reggeli, van jó kis kenyér, valamiféle süti, szokásos dzsem, vaj, sajt, egy tojás, két virslivel, egy mustárfélék és egy jó kávé. Ez a reggeli. Elég hűvös van az igazság, de nem baj. Ez így nagyon jó, most megreggelizek, bringán egy kicsit állítgatok és elindulok. Ez, megmondom nektek micsoda. Ez ilyen rizs felfújt. Nagyon finom, ilyen kis gyümölcsök vannak a tetején. Összepakoltam, és akkor elhagyom a szállást. Egy picit olyasmi, mint a Millenniumi vasútvonal mentén ezek a állomások, vagy ilyen vasútállomások. Itt van a garázs, itt volt bent a bringa. Nagyon jó volt a reggel, és aki nem látta a tegnapi részt, annak mondom, hogy közben elindítottam a rögzítését a kompjúternek. Szóval 7700 forintot kértek egy éjszakára a szobáért, plusz ebben benne volt a reggeli, amit láttatok, és úgy döntöttem, hogy itt alszom a tegnapi ilyen esős fiaskó után fenn a hegytetőn. Életem idézőjelesen legrosszabb, vagy hát nem rossz volt ez, legnagyobb kihívásokkal teli lejtmenete után, meg az elmúlt két nap esős időszaka után, bár most, ahogy látszik, nem sok minden látszik, de ma már nem lesz eső, ma is ilyen borongós idő lesz, eső nélkül, hát egyenlőre elég hűvös van, itt nekem 13 fokot mutat az óra, de szerintem ettől lehet kevesebb van még, csak most hoztam ki a házból. Na, csak nincs 13, azért ettől hűvösebb van. Szóval a booking.com-on találtam ezt a szállást, és nem azért akarom reklámozni, csak ha hasonló helyzetbe kerültök, akkor szerintem ezek tök jó dolgok, hogy akár innen a sorompó mellől is tudsz intézkedni, és akkor nem kell itt össze-vissza telefonálgatni senkinek, hogy segítsen rajtad, hanem old meg magadnak bárhonnan. És akkor ott szépen figyelni kell azt, hogy hogy van a feltétele, tehát nekem ez a szállás az úgy volt, hogy vissza nem térítendő, ami azt jelenti, hogy ilyen, van egy ilyen három vagy talán négy lépcsős foglalás, hogy amit mindig tovább kell léptetni, és a negyedik alkalom az, amikor véglegesen rögzíted, és az azt jelenti, hogy ha mondjuk a harmadik lépésnél is még meggondolod magad, hogy inkább mégis inkább alszok itt a fűbe, akkor nem történt semmi. És akkor az utolsó, biztos, hogy lefoglalod, de tényleg, de komolyan, de tényleg 100%, hogy lefoglalod, negyedik lépésre azt mondod, hogy oké, na akkor viszont a kártyádról leemeli a lóvét, és akkor onnantól kezdve az annyi. Tehát ha nem mész el a szállásra mondjuk, mert mondjuk a cseh szépségkirálynő válogatott busszal megáll melletted, és azt mondják, hogy gyere velük masszörnek, meg mindenesnek, a pénzedet akkor is nem kapod vissza. Mert van olyan opció, hogy visszatérítik a pénzt, ha egy bizonyos összeg fejében visszatérítik, ha mondjuk valami oknál fogva. Jó, most hülyeséget félretél, mondjuk valami probléma van a bringával, azt nem érsz oda. De most nyilván itt erről a 20 kilométerről, tehát eltolja az ember akár odáig. Úgyhogy ez mindenképpen remek. Én csak azért mondom, hogy mondtam talán tegnap, vagy talán nem, de mondom, hogy nemrég voltunk a Balatonon, és nézegettük a kempingeket. Viszonylag jó áron lehet találni, de például ilyen lakókocsiba egy estére többért adják ki, mint mondjuk 2-3-ért. És ahol voltunk Gyenesdiáson, ott 6600 volt a lakókocsi, úgyhogy ha minimum két éjszakára veszed. De mondjuk már egy éjszakára bérlet ki, akkor mondta a bácsi, nem tudom már miket számolnak föl, ilyen külön takarítás, meg mit tudom én, tehát hogy nincs benne ágy, nem ő azért külön kell fizessél,
balalala, és akkor mindjárt kijön, hogy 8000-re. Most ez a szoba így a reggelivel azért kicsit más kategória, mint egy ilyen 100 éves lakókocsiba feküdni, ami tele van pókkal, meg bogára. Na olyan, mint ott, ilyen lakókocsi, mint ez itt talán mindjárt fog. Figyeld, ilyen lakókocsit, jó, nem ennyire lelakottat, de hasonlót adtak volna. És akkor ez még mondjuk az olcsóbbik. Mondjuk Dömösön 14, vagy hogy 14 ezer volt egy ilyen lakókocsi. Ahhoz képest itt a Csenémet határon ez a teljesen jó ár. Teljesen jó. Azért, hogy reggel este lezuhanyoz, kimosd a ruháidat, elnézést, feltörzsd az összes akkumulátort, powerbanket, komputert, mindent. Tehát olyan érzésem van, mintha most indultam volna el túrázni. És így, hogy kijöttem ebbe a most már csak 11 fokba, az úgy vastagon tojok rá, hogy hideg van. Most szóval egy második ilyen kint eltöltött éjszaka után azért nem feltétlenül így látja az ember ezt a helyzetet, és azért nyaralni is jöttem végül is, nem ilyen túlélő túrára, és azért fontos, hogy az ember jól érezze magát. És azért 8 fokba, hello, 8 fokba így biciklin, ezt kicsit nehéz így megélni. Tényleg olyan idő van most reggel, mint nem tudom, szeptember 26-a lenne. De legalább már nem esik. És holnaptól jön a felmelegedés, illetve már elvileg ma délutántól azért kiadós esők voltak. De minden sára, fullsáros. Úgyhogy azért eddig ezt átvészeltem. Azt gondolom, hogy megelőlegezem magamnak, bár sose lehet tudni, hogy a nehezén mondjuk úgy, hogy túl vagyok, és még bőven van időm hátra. Az előbb a falu, amin keresztül mentem, az volt a neve, hogy Hayek. Úgyhogy lehet, hogy itt született Salma Hayek. Na jó, csak ez vicc volt. Viszont olyan régen láttam már ilyen jó pozorvlak feliratú vasúti átjáró, tiszta nosztalgia. És ahogy az út látszik, amilyen hepehupás, dimbes dombos, na ez fogja jellemezni az egész napot. És igazán jól esik 36-tal száguldozni 11 fokba, hát igazi kihívás, nem kell kávét inni legalább, az ember magához tér. Nagyon jó. Körülbelül egyébként ilyen 2 percente vannak falvak, Szadov falu. Lehet, hogy ez annak a német Szadov, mit tudom én, minek a testvér falva. És jó, még reggel van, aztán így a hülyeség az megárt már ilyenkor, korán reggel. Na elteszem, mert fogni kéne 2 kézzel a kormányt. Ez a kos kormány egyébként sokkal instabilabb ilyen szempontból. A busz kijön elém, az előbb is korát kellett fékezni, mert simán kivág a csávó. Utolérem úgy, hogy nem tekerek, figyelj! Várjál! Na jó, most már nem. Beszéltem tegnap a térkép részéről, hogy ezt írja ki, amióta eljöttem külföldre, hogy térképet tölt, és nem rajzolja ki. Viszont, ami leprogramozott trekkeket mutatja méterre, meg hogy az adott trekkből mennyi van még hátra, és itt felül ez a kicsi szám, ez a főút jelzését mutatja. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezekből azért már el lehet lavírozni, ennyit jöttem ma, ennyi idő alatt. És akkor maga a diagram része is működik, éppen 372 méteren vagyok. Menet közben be tudom kalibrálni, és akkor 48 métert jöttem ma, 257 méter szint van még a mai etapból hátra. Hát ilyen szinten így teljesen jól működik a dolog. Na itt van, amiről beszéltem, a pozorvlakos jó kis vasúti átjáró. És itt minden falvacskát, hogy falvacska, viccére végződik, ez valami ilyen kicsinyítő képző lehet, hogy mit tudom én, bányácska, vagy asztalka, hülye példa. Aki lehet észrevette, elő nem megy a lámpám, az direkt nem kapcsol be, hátul viszont megy ezerrel a piros. Hát most feltöltöttem, kimélem az aksit benne, mert ha
úgy áll a dolog, hogy éjszakai menet van, akkor legyen világításom. Elhoztam a nagy reflektort, de az meg powerbankről megy, és az úgy leszippantja 4 óra alatt a nagy akkumulátoromat, hogy az kész. Utána meg nem tudom tölteni a kamerával az aksikat. Szóval ez a filmezés egy nagy szívás ilyenkor. Elmészítek el, mindig annyi idő megy el vele, meg éjszaka fölkelni, hogy cserélni a töltőt, mit tudom én. Sokkal könnyebb lenne egyébként enélkül. Kevesebb dologra kellene odafigyelni, de hát akkor meg mit csinál az ember télen, nem igaz? Kedves nézők, amit most láttok, ez már maga Carlo Vivari, Carlsbad, és ahogy a neve mondja, ez egy fürdőiről igencsak híres hely. És mi szeretjük a kultúrát, szeretjük az irodalmat, de hát várjál, jön a kamion. Nem tudom elmondani, már a kamion után. Szóval egy igen fontos, és hát sajnos vagy nem sokaknak a boldogság elengedhetetlen kelléke. Itt van a hazája, itt születik maga a Beherovka. Itt ha bementek a kerítésen, akkor ott gyártják. Ez tök komoly, nem vicc, itt készül a Beherovka termék. De Carlsbadot igazából a fürdői miatt keresik fel évente állítólag 2 millióan. Íme akkor Carlsbad, Carlo Vivari egyik főutcája, ahol személyesen 1867-től 9 alkalommal Arany János is megfordult személyesen. És van egy másik magyar írónk, aki szintén Móra Ferenc. Például többek között. Kis minikörforgalom. Így a kezemet nem tudom kitenni, ha nincs másik. Számtalan előkelő vendége volt Carlo Vivarinak. Többek között Liszt, Chopin, Dvorzsák, Krieg, aztán személyesen itt volt még Goethe, Schiller és maga Tolstoy és Enső Péter orosz cár is járt ide rendszeresen fürödni. Egyébként 4. Károly császár alapította az 1370-es években. A 30 éves háború alatt fejlődött igazi nagy fürdővárossá. Hogyha egyébként Csehországba vagy Szlovákiába jártok és nem voltatok még itt, akkor legtöbbször nem ilyen market feliratokat fogtok látni, hanem úgy lesz az ABC vagy az élelmiszerbolt, hogy Potravini, ez lesz kiírva, itt is van egy például, azt mutatom, és az ilyen hagyományos élelmiszer volt, ahol Csehországban egy ázsiai lányt lehet látni a kirakatba. Ez is, ez sem akármi. Sajnos a környező hegyeket, dombokat, azokat nem fogom tudni mutatni, mert hogy teljes ködbe vannak elbújva. Carlo Vivarinak folyója is van, méghozzá a meleg vízű Tepla itt folyik bele, ha hiszitek, hanem az Eger nevezetű folyóba. A fürdőket, azokat nem sorolom fel, rengeteg gyönyörűen képített fürdője van, azt úgy kell elképzelni, mint Romániában a Herkules fürdő, tehát ilyen monarchiabeli épületeket. Ha esetleg úgy járok, ha bekeveredek, akkor mindenképpen megfogom azokat is mutatni. Éppen most tájékozódom, hogy merre menjek, vagy hogyan menjek tovább. Szóval számtalan fürdője van, és rengeteg kávéháza van, szóval ez egy-két napot megér, hogyha az ember fürödni szeretne, vagy egy kicsit jönni-menni a városban. Íme a folyó és a híd, illetve ez már csak a híd, és a mögötte látható víz erőmű. Visszafordultam, már az előbb átjöttem rajta, csak annyira nagy volt a forgalom, hát elég korán van még, és most mennek dolgozni az emberek. Úgyhogy íme ez a folyó szeli ketté Carlo Vivarit. Nagyon jól kiépített kerékpárút van. Én most a főúton jöttem, mert a track szerint megyek, és már nem akarom az időt vesztegetni azzal, hogy póvágok, mert eddig igen lassan haladtam ezen a túrán. Lekeveredtem egy ilyen parkba, ilyen kondi park, meg ilyen pihenő, csak mutatom nektek, hogy van WC, és hogy nagyon tiszta, nagyon igényes. Azért kíváncsi lennék, ez otthon meddig maradna így. Ki is próbáltam persze csak a könnyebbik részét. Mindig olyan érzésem van, mint hogyha így rám akarna dőlni az egész.
Sem az utat, pedig mutatom a folyót, az a neve, hogy Ohre, itt úgy írja a térkép. Ami a Bozótostól látszik. Na de talán most, így igen, nagyon szép. Viszont azért ezek itt már kevésbé nagyon szoci helyek, és annyira nem jártam utána, nem tudom, volt-e itt valamiféle forradalom, vagy lehet talán a 67-es, de az meg prágai volt, ha jól tudom, hogy amikor lejöttem ide ebbe a városba, akkor egyik háznál nagyon nagy ilyen golyónyomszerű lyukak voltak a falba, de nem kevés. Na, akkor ígértem nektek fürdőt, ez itt szembe az. A dóm az házat jelent szlovákul. És nekem jön egy kaptató. Hoppa. Az előbb tényleg majdnem a Tátrába mentem nyaralni úgy frontálisan. Az a Medvitku Múzeum dóm az a nagy túróst fürdő, hanem Medve Múzeum. Csehül Medvitku a medve. Na hát azért... Ez ugye elsőre nem esett le, az elég súlyos, de medve múzeum volt. Közben ilyen is van, hogy az ember örül a kaptatónak, mert legalább addig is melegszik. Na itt a Medvitku múzeumnak a teteje. És akkor, mintha oszlana a köd fölfelé, és ott rég nem látott szín, a szürkét felváltja a kék. Az ég kéke, és hát ha majd lesz rálátás a városra. Hölgyeim és uraim, kedves nézők, 2 nap után végre valahára, 8:45-kor kisütött a nap. El se hiszem, egyből érzem, hogy meleg lett az idő, azonnal. Ahogy az a csípős levegő helyett így megüt az a kellemes meleg. Közben elhagyom Carlo Vivarit, és megyek tovább. Egy ideig a folyó völgyében fogok haladni. Ezt meg kell jegyezzem, még mindenképpen fontos, hogy fantasztikus az útnak a minősége, viszont ez már nem olyan széles, eléggé szűk, főleg, hogyha egy teherautó jön. A csehek már inkább centizgetősebbek, mint nálunk odahaza. Folyónak íme egy duzzasztó gátja, és villamos energiát termelnek vele. Igazi ilyen, picit ilyen Hitchcocki ködök voltak, most feloszlott egy pillanat alatt, csak jön az a jó idő. Gyertek, nézzük meg a túloldalát. Skoda után átmegyünk. Íme. Ez pedig a másik fele. Itt a gát. Hát, nem is tudom mennyi lehet, egy 20 méter szintkülönbség van benne. Azért biztos van tömeg ennek a víznek, nem kevés. Nagyon jól néz ki. Ott a biciklinek van árnyéka. Meg tudunk érni a saját árnyékunktól végre. Nem beszéltem még arról, a víztesztek hogy sikerültek. Abszolút száraz volt ezekben minden, mind a kettőben a sátor is, meg a polifóm is. Ez a Bitwin-es táska, a külső húzata is abszolút teljesen vízálló. Ez ázott be egyedül, de csak azért, mert itt le volt hajolva. Ebben az aljában volt a zsemle, és ott alul ázott be, és akkor felszívta magát teljesen. De abszolút olyan dolgok lettek a zsemlét leszámítva a nyírkosok, aminek meg igazából nem árt. Itt az első táska is full PVC, ez is csuromvíz volt, a hálózsák is teljesen száraz volt, úgyhogy nagyon jól bírja az esőt minden. Megálltam a fejemre a pántot visszatenni, mert elbújt a nap, aztán csak lefagy a fejem. Ez nem tudom, megvan-e mindenkinek a babetta, ez már egy újabb fajta. Nekem még volt sárga színű, ezt lehet tekerni, mint a biciklit. Egyszer elfogyott a benzin belőle,
keverék benzint kellett tenni bele. Tekertem egy csomót. Fú! Tőlem jobbra egy golfpálya látható, illetve már nem. Ott a penzió hátul fenn a hegy oldalba. Aj, pont nem megyek vissza. Érdekes, hogy közelről sose láttam még ilyet. A fű az nagyon rendben volt. Igazi jó táborhely. Nem tudom, hogy mit szólna hozzá Lord Charrington, ha így reggel arra jön neki, hogy ott áll egy sátor éppen az 500-as lyuk mellett, és abba tárolnám a kulacsomat. Na de itt is van még, csak bozótostól nem látszik jól, na majd hát, hogyha tudok mutatni egy-két jobb képet. 20-as számú főúton tartok tehát délnek. Még korábban mondtam, hogy elég szűk, most ahogy hagyom el a folyóvölgyet, szépen kiszélesedik, nagyon jó útpatkával, tehát nagyon szépen tudok kerékpározni itt a szélén, és nem töredezett, nem törmelékes, abszolút jól lehet rajta menni, és nagyon szép az út. Ahhoz képest, hogy főútról van szó, és hétköznap szerda van, nagyon kicsi rajta a forgalom. Az autókereskedés úgy van csehül, hogy autóbazár. Lassan elhagyom a 20-as számú főutat, mert jelzi a track, hogy 153 méter múlva 200, nem tudom, Marianska, mit tudom én, mifelé kell kanyarodni. És itt is van a táblánál, Lázne, Marianska, Lázne 230-as út, és mint hogyha itt hegymenet lenne, van egy olyan sanda érzésem. Jaj. Nem, egyeneset mutat a track, érdekes síkot mutat. Mindegy, nekünk itt jobbra el kell menni, ez egy biztos. Ez itt kérem szépen a Radeki vár. Itt csúcsosodik ezen a tornyon, még háttérben az óváros, és itt van egy ilyen érdekes szerkezet, egy elég fura installáció, amit mindjárt megpróbálok megfejteni. Mindenképp a vízről szól, nézzük, hogy magyarul. Azt mondja, hogy nincs kiírva magyarul, de hogy az a lényeg, hogy itt eveznek a vizen, vannak mindenféle polipok, van kovácsműhely, itt van már a modern ilyen csap, ez nem tudom mi, így, nem tudom, van kagyló, ez a nőiességet jelképezi, majd itt van a víz, egyébként ez egy ilyen ásványvíz, Kovárszkél szimpózium 2014, ez a Zsivá vodának egy ilyen installáció, de nagyon jó, nagyon érdekes, pont szemben appal van ez a kisváros. Feljöttem ide a régi óvárosi részbe, egy icipicit körülnézni. Itt van motormúzeum, itt van ez a régi középkori vár. Magyar nyelven nem találtam rajta éppen semmi információt. Itt a szembe található a várba, különféle kiállítások vannak. Hadd mutassak nektek valami igazán különlegeset, amit csak itt lehet kapni Csehországba, illetve Szlovákiába. Ez pedig nem más, mint a kofola. Ilyen különleges, ilyen gyógynövény ízű, ilyen alkoholmentes ital. Hubertusnak vagy minek van ilyen hasonló íze, ilyen különleges. Hangulatosak ezek a 12%-os emelkedők meg lejtők macskakővel, és ha már említem, akkor ott van a macska személyesen, és ott fent pedig a vár, talán innen lehet látni. Belépőt szednek, be se engednek belül az udvarra se. Úgyhogy arra nem mentem be, innen kívülről mutatom. Szépen itt a kertek alatt elhagyom ezt a kis, picike kis váracskát. Kis pici főterével. És ezt csak mutatom, hogy itt jöttem be. Ezt találtam, ezt az utat. Nagyon jó. A Teplice folyón. Jaj, vezet keresztül. Na oké, megvan, jó.
a Teplice folyó, ennek a völgyén haladtam egész nap. Íme, és akkor még egy pillanatkép nyilván benne a távvezetékkel. Egy csóv településen van ez a vár, hoppá. És akkor ez itt a vasútállomás. Itt pedig egy valami hasonló korú épület. Nem tudtam megmutatni a bézék, itt is ugyanolyanok, mint nálunk, csak át van festve ilyen dizájnosra. Pont kitakarja az összes épület. Nem baj. Megyek tovább. A tegnapi trekkemből már csak 32 kilométer van, úgyhogy már ma át fogom lépni a negyedik napi trekket. És ami nagyon fontos, hogy végre kék az ég, süt a nap, levettem a külső réteget, mert most már kifejezetten meleg volt benne menni. És hát csak szeretnék megállni, pisilni valahol, mert borzasztóan kell már fenn a várba. Ez úgy megvan, hogy 12%-ra felküzdöd magad, de úgy, hogy majdnem bepisilsz. Az igen. De most már várom, hogy kiérjek, mert a tábla után azonnal állok meg. Jaj, de jól esett. Közben már, ha megálltam, megmutatom, hogy milyen remek ilyen természeti formák vannak az út szélen. De a Csalántostól nem merek beljebb menni, mert valamelyik nap is megcsípett, hogy szinte kifelé áll, meg ott a fa, hogy így kifelé nő. Csodálkozom, hogy ilyen viharok, amik voltak tegnap, meg olyan szél, hogy éppen el nem borított, hogy a francba nem dől ki. Na hát változtak a dolgok, ahogy reméltem. Először is pompás környezet, tükörminőségű, kisforgalmú út. Most éppen pont nem látszik tőlem balra ott a folyó, és csörgedezik, és süt a nap. Hét ágira, vagyis hét ágról. Így fantasztikus itt bringázni, olyan jó csend van. Ja, és adaléknak hátszél van. Tökéletes. Mindjárt egy komolyabb emelkedő, és 11 óra múlt 5 perccel már. Jöttem 35 kilométert, és mondok egy szintet. 366 métert jöttem eddig összesen fölfelé. Ezt az erdőt nézzétek! Moha szőnyeg borítja a talajt, meg a köveket. Hát zseniális. Lehet, hogy itt él valahol Runcájsz és Malvinka. Hát hazamegyek, megkeresem, hogy valami jicsinyi erdőbe éltek, vagy mi. Így gyerekkoromból feldereng. Közben vasúti viadukt. Pozorvlak. Nézzük. Alagút. Az igen. Tiszta, mint lila füreden. Ott megy tovább a kisvasút, meg ott is megy. Csak ez picit nagyobb. Fantasztikus. Hasonlít egyébként, aki járt már Szlovákiában, van az a 66-os számú út. Na hát ez annak valami mása, csak kanyargósabb. Akkor egy még hatalmasabb és meredekebb mohaerdő. Brutális fenyőfákkal. És talán behallatszik a csobogás tőlem jobbra. Itt megmutatom a folyót. Ma itt most fog látszani a viaduknál. Egy nem viaduk, tesz a vasúti híd. Már kezd alakulni a kilátás. Mindig az ilyen hegyi szurdokvölgy. Ez tulajdonképpen az a Teplice folyónak a völgye, amin most éppen járok. 230-as út, 32. kilométerénél. Fantasztikusan kanyarognak egymással párhuzamosan. A vonatot csak azért mutattam meg, mert hogyha valaki autóval szeretne jönni, vagy családos túl, akkor biztos, hogy nagy élvezet lehet az is, hogy ahol mutatom az állomást, ott Becsov vagy Besov településen,
onnan indul a vonat, vagy hát oda is érkezik. De ott láttam ezt a nagyobb vasúti állomást, és akkor onnan jönnek a vonatok ide be a hegyek közé. Az, hogy pontosan merre, azt nem tudom, de biztos, hogy remek ilyen kis túrákat lehet tervezni vasúttal. Ez biztos, hogy nagyon érdekesek azok is. Egy visszafordulás, de csak emiatt. Ha, az igen. Pont jött a vonat. Úgy elmondom nektek, hogy egy nagyon modern vonat közlekedik. Nem a BZ, az is volt, amiről beszéltem, de ez nem az volt, ez egy modern, ez egy új valami. Nem tudom, annyira nem értek hozzá. Ide süssetek, micsoda mohaszőnyeg, belelépek, és idáig, egész idáig belesüllyed a lábam. Nagyon jó. Nyírkos még egy picit. De ez a pajzsikával eszméletlen. És az egész erdőnek ilyen az alja. De nagyon puha. Tehát idáig elsőjed a cipő. Nézd meg, mennyi talpa van még így. Nagyon szép. És ilyen az egész erdő végig. Valami szerpentin kanyar. Egyébként fölfelé tartok át, egyetlenem vészes. Itt is jön valami bekötőút. Tele van ez ilyen túrautakkal. Egymást keresztezik. Hoppá, egy motoros. Na most, ha már a vonatot nem láttuk, akkor kicsit bekukucskálunk, hogy mi van a barlangba. Azon kívül, hogy vasútállomás szag, tehát van fúrva a hegy. Hú, jó hideg van. Egyébként ott a túlfele, a sinen megtörik a fény, és csepeg a víz a tetejéből. Izgalmas hely. Na, megyek tovább, mert így nem haladok, hogy jaj, minden 200 méteren megállok. Visszafordultam, hát most jön a vonat. Ígértem, hogy megmutatom. Na nézzük. Csak hallom, hogy itt szirénál, itt sipol ez a vasúti átjáró. És akkor megnézzük, hogy milyen vonat jár errefelé. Ez van, erről beszéltem az előbb, de most ment el, vagy 20 perc a másik, és szállít kerékpárt, meg babakocsit is. Egyszerűen le vagyok nyűgözve ezektől a szikláktól. Nem tudom, az a sárga, az talán a megszáradt moha, vagy beteg a moha, vagy nem tudom. Majd aki ért hozzá, az írja már, meg legyen olyan kedves. Nagyon, nagyon fantasztikus hely ez a szurdokvölgy. Ez a Tep Lice, talán már lehet rosszul mondom a nevét, jaj, folyónak a völgye. Egyébként emelkedik fölfelé az út, ilyen 2-3% között végig, de egyáltalán nem vészes. Az erdőt, amiben éppen járok, amin megyek keresztül, úgy hívják, hogy Slavkovszki les, azaz Slavkovi erdő, németül Kaiserwald a neve, ez egy 606 négyzetkilométeres erdő, Kárlovi Varitól délre található, és temérdek ilyen szerpentinút, völgy, illetve túraút található benne. A legmagasabb pontja pedig 983 méter, egyébként 600, én pedig jelen pillanatban 620 méterre jöttem föl megint. Ilyen nagyon diszkréten, visszafogottan emelkedett, aztán jön egy pici visszagurulás, most már vannak ilyen kisebb-nagyobb rétecskék, viszont amit hiányolok, hogy egyetlen árvapad, meg lóca, meg ilyen
kiépített pihenő az abszolút nincs sehol. Nél a kis pici elhagyatott kápolnánál megálltam tájékozódni, de megyek ott arra a 230-ason tovább, Marienská Leszna felé. Felértem Mnichovba 680 méter magasra, ezért már itt most van rendesen kaptató, jó 7-8%. Fantasztikusan szép rét mellett jöttem el, talán még ott egy picit látszik. Az a baj, hogy fognom kellett a kormány két kézzel, mert jó kis szuszogtatós. Na akkor kucskáljunk be. Sok minden volt. Kaptam egy kis bíztatást a pizzériából. Foci pálya viszont van bőven. Na, láttam egy jó párat, és ha találok egy potravinit, akkor viszont be fogok vásárolni. Mert lassan közeledik az ebéd, és közben egy panzió, hogyha valakinek erre tévedt dolga is, szeretne többet időzni a tájon. Közben 6%-kal emelkedik az út. Na, utolért a traktor. Nézzük. Közben itt a főtér. És mindjárt kimegyek előle, hadd jöjjön el. Csak visszagurultam egy picikét egy potravini lesre, de hát nem jártam szerencsével, és egy árva darab boltot se lehet találni. Viszont ha már itt vagyok, akkor megállok akkumulátort cserélni, plusz megeszem a tartalék, jaj, előző helyen vett kajámat. És akkor már megmutatom nektek, hogy hogy néz ki egy ilyen picike kis hegyvidéki falucska. De viszont tényleg érdekes, hogy nincs benne bolt, vagy nekem került el a figyelmet, vagy most, hogy megállok és kipakolok, és megyek 20 métert, meg azután lesz. De most, hogy föltekertem itt a dombtetőre az előbb, nem volt, mert már kérek a faluból, itt jobbra kell majd tovább menni. Viszont itt találtam egy kis szökőkutat, és itt megállok, akkor pihenek egy picit. Kiültem már itt a szökőkúthoz egy picit, úgyhogy papucsot meg naptejet visszakönyörögtem a filmbe nagy nehezen, mert szegények már nem jutottak jelenethez se napok óta. Igen, csak jól elücsörgök itt, még ha nem lenne bunkó, függőágyat is föl lehetne ide tenni. Egy jót lehetne aludni, a fű le van nyírva, tökéletes, virágok vannak. Nagyon kis csendes hely. Mögöttem az a, vagy hát mellettem, az ott a városháza. És itt a táblán ki van írva, hogy már 1237-ben volt ezen a településen élet. Nem tudom elmondani, mennyire jól esik, hogy égeti a hátamat a nap. Fú, egy 3 napja nem volt ilyen, hogy több. Még szombaton, augusztus 1-én, amikor elindultam délután, akkor éreztem ezt a meleget, azóta semmit. Végre már itt nagyon jó sütkérezni. Itt nézegetem közben a kiadásokat. Az első nap elköltöttem 18 eurót majdnem a kempinggel meg a McDonald's-szal. Aztán a második nap költöttem 4 és felett meg 8-4-et kajára. Az 13, meg 3-16 eurót, a kávé volt ennyi a WC miatt, be tudjak menni. Tegnap meg 22 és felett költöttem, ennyibe került a szoba, meg a mai reggeli. Ma meg eddig elkötöttem 70 koronát, egyébként az 900 forintnak felel, meg a banán, meg a nápoik volt, meg a kofola,
meg egy másik csoki volt ennyi. Nem is volt drága ahhoz képest, hogy ilyen belvárosi kis boltba vettem. És így hozzák a postát ilyen sárga autóval. Hát így vannak a kiadások. Ugye mondtam, hogy ilyen 15 euróba próbálom limitálni a napi költségeimet, de ahogy sikerül természetesen, hiszen bármikor történhet bármi. De ez mégiscsak egyfajta ilyen lélektani határ, amit meghúztam, hogy legyen ez a teteje. Úgyhogy eddig sikerült ezt mindig egy picit túllépni, sőt tegnap azért elég jól. Úgyhogy ma megpróbálok faragni rajta. De a túra végén természetesen minden költséget fel fogok tüntetni, hogy mennyibe került összesen a kaja, a szállások és az egész utazás mennyibe volt így egybe. 1881-ben épült kapu, ahogy eredetileg készült, még azóta is így megvan ez a része. És akkor egy kis körkép. Az ott egyfajta, nem tudom, ilyen komplexumot be van zárva, és akkor ott van egy templom. Én itt voltam, ha ezen az úton megyünk, akkor ott van az a kis tér. És akkor itt már eljöttem egy 20 perccel ezelőtt. Meglátjuk, hogy milyen. Lassan felérek a tetejére ennek a domnak vagy hegynek, és mindjárt mondok egy számot. 715 méteren vagyok most, hát szerintem olyan 7-20 körül lesz a teteje. Az a helyzet már, hogy a fejem szét tud pukkanni a fűnyírónak a hangjától. Nyilván persze meg kell csinálni, de otthon egész nap már reggel 7-kor nyírják a füvet. És egész nap hallgatom. Amikor meg nem, akkor meg építkeznek az utca túlfelén, pont velünk szembe, de már egy éve. Most már kezdem unni ezteket a folyamatos ilyen idegesítő zajokat. Már most ez csak így beugrottak ezek az emlékek. A csávó mellettem fűnyírozott, egyébként olyan fasz a pihenőhely lett volna, hogy olyat keresni is nehéz, hogy olyat találni is nehéz. Ez pedig itt a temető, egy picit a falutól távolabb. A kútból nem lehetett inni, kérdeztem a postás nénit, azt mondta, hogy nem valószínű, hogy iható, nem szoktak belőle inni. 722 méteren véget ért az emelkedő, és egy gyönyörű ilyen fennsíkra értem ki. Planá felé megy a 210-es út, de én megyek tovább a 230-ason, fél egy van is. Visszatért a nyár, azt kell, hogy mondjam. Nincs az a rettenetes, tikasztó kánikula, nagyon-nagyon kellemes az idő. Csak hogy egy picikét lássátok, hagyom, hadd menjen. Egy igazi hatalmas nagy rét, gyönyörű szép sárga virágokkal, zöld fűvel. És ott távolba, ott fog menni az út. Most egy picit lejteni fog, nem túl vészesen, aztán lehet egy picit megint kapaszkodni rajta. Azért ilyen 720 méteren nincs az a nagy kánikula, mint odahaza. Az út minősége pedig kifogástalan. És akinek van kábriója, az ilyenkor előveheti. Hiányzott már ez a kánikula. Mutatok egy jó visszatekintést hátrafelé. Milyen következik egy gurulás, elvileg az itiner szerint egy jó kis meredek gurulás. Közeledik egy kis lejtő, viszont megálltam, mert igazi fantasztikus panoráma van a tájra.
Ott hátul arrébb, igen, nagy hegyeknek a körvonala látszik, nem tudom, hogy ez a kamera látja, de szerintem igen. Fantasztikus zöld lankák. Itt van valami pályaszerűség itt ezzel a picike tóval, és itt elég jó messzire lehet látni. Ahova legurulok, amellett lesz Mariánszka Lázne. Ez is egyfajta ilyen fürdőváros, ilyen spa, ilyen vízi komplexum. Következzen egy icipici szerelés, mert hogy lehagytam az anyát a csomagtartó pereméről. Csak arra lettem figyelmes, hogy valami kattog és meg akad alacsni. Úgyhogy ezt benté fogom hajtani. Innen az egyiket kiszedem és akkor ráteszem. Úgyhogy ez legyen a legnagyobb baj. Na, tulajdonképpen kész is van, innen középről kiszedtem egy csavart, ezt elteszem tartalékba, aztán ráhúzom, kereket visszadugom, visszapattintom, és kész van. És beszereztem egy ilyen szerszámot, mert a sajátom eltűnt, égre földre kerestem, és azért tippelhettek, mire hazavittem ezt, hogy akkor van egy új. Rá 20 percre megtaláltam a régit, úgyhogy most már legalább van 2. Na, feladat megoldva. Bekattintjuk a perelt, így. Ó, faszául működik. Hát, a menet közben nézek valami csavarboltot, aztán veszek egyet, hogyha lehet. Most az utam, az itt errefelé vinne a trek, ez egy nagyon jó kis út lenne. Ha nem lenne borzasztó minősége, mert hogy itt nagy gurulás lesz. És pont ez az, hogy szétrázza a bicajt. Mert ilyen a minőség, kicsit mintha otthon lennénk, ott valahol a Zemplénbe. És visszamegyek a főútra, és akkor ott fogok gurulni. Plana a következő település. Ott mindenképpen vennem kell élelmiszert, mert ki vagyok fogyva. Hát van egy-két ilyen tasakos cuccom, ha muszáj, de 2:45 van. És hát nem a kerékpár szereléssel ment az idő, mert ez összesen a ki meg bepakolással volt összesen 10 perc, hanem úgy elbámészkodok, meg megállok, szóval, hogy nagyon eltelt az idő, és az a helyzet, hogy kezdek éhes lenni. Meg egyszerűen elveszi a figyelmemet a táj, és amíg akkor kapok kézbe, amikor már kezdek eléhezni. Most is ez történik, úgyhogy jön egy jó gurulás, aztán potravinyi vadászat van. Na, itt van a tábla, amit mutattam, ez a 2139-es kerékpárút. Ilyen montira teljesen jó, viszont. Azt nézzétek, micsoda jó hely. Most amerre megyek, tele lesz ilyen kis tavakkal, ilyen picike kis tavakkal. Hát, hogyha összejön, hogy tudnék venni kaját, megtalálnék egy ilyen tópartot, ahova le lehet menni, és akkor ott tartanék egy picit hosszabb pihenőt. Most legurultam 510 méterre, 750-ről. Ez elég jó volt. Az a baj, hogy fölfelé volt jobb az út, és lefelé rosszabb. Már viszont itt van forgalom ezen a szakaszon, nem kicsi. Nem tudom, az talán levendula lenne, az a lila passz. És itt jobb oldalt van a másik tó. Ez már jóval nagyobb, mint az előző. Lesz egy bepillantás oda hátra. 3:43 van. Hát ilyen komolyabb lakott településnek se híre, se hamva. Most már kifogtam a szembeszelet, úgyhogy nem tudok menni. Egyébként lejtett az út, most ezt leszámítva, de hajtani kellett végig a szél miatt. És ezen kamionforgalom van ezen az úton, tehát elég keskeny. Itt már viszont mellettem nem fér el két személyautó, és már az előbb jött két kamion az egyik szemből. A kamion sor, meg mögöttem a másik kamion. Félre kellett álljak, hogy egyáltalán elférjenek egymás közt. Mindenképp kaja vadászat indul, most már, mert éhes vagyok. Na most az lesz, hogy itt vagyok Plana elővárosába, találtam egy boltot. Elég kihalt a hely,
muszáj vagyok bemenni, úgyhogy ide eltoltam hátra, aztán gyorsan húzás be. Ilyenkor van a para, és már bent is hagyom a izét, a hátizsák. Megvan ez a kis összeltökötthatós tudsz. Hát minden pénzem meg értékem itt van rajtam, úgyhogy csak nem lopják el. Na, bevásároltam alaposan, és akkor most nézzük, hogy megvan-e még a bringa. Nagyon remélem. Így, itt van, jó. Oké. Okay. Azért bent így ütött belémvert, hogy így kijössz, azt nem lesz itt, hát akkor kommentom, mit csinálok. De megvan az a lényeg. Közben bevásároltam, mindjárt keresek egy parot, és akkor megmutatom mit. Hát megvan a tó, de hát ez olyan kicsi, hogy abszolút nem tudok mellette, jaj, leülni. Úgyhogy néztem itt a térképen, hogy ha megyek tovább egyébként az utam szerint, vagy egy kilométerre, van kettő másik, az sokkal nagyobb, és kint van a lakott településről. Itt van a hátam, van a hátizsákban a kaja, ugye ezeket már nem tudom hova tenni. Vizet betankoltam itt szembe, ahol van a sörös sátor, ott a kocsmából kértem a nénitől vizet, úgyhogy tudok főzni, mert hogy azt szeretnék, és nem akárhol, tehát nem egy padon, hanem szép környezetbe gondoltam, utána szeretnék egyet pihenni. Azaz, nyomjad neki, nyomjad neki, nyomjad! Úgy, jó. De ez lesz most a terv. Meg idáig volt a trekkem, szóval meg kell szülni, hogy merre menjek tovább, mert nincs tovább út. Megtaláltam az utamat. Itt ez egy múzeum itt jobb oldalra mellettem, és elvileg itt lehet egy picit rövidíteni ezen az úton, mert 21-esen lehetne tovább menni. Nem tudom, most úgy volt rajta akkora forgalom, hogy elég volt. Olyan kamionokkal van tele az egész, és az úgy nem igazán jó, mert nem, tényleg nem férnek el mellettem, és volt egy-kettő, amik viszont már most kicentizett, de a nagy része meg nagyon toleránsan jön felfelé velem a domboldalra hattal. Úgyhogy ezt csak megnézem, hogy jó ez az irány, mert ez is lejtés, nem akarok visszamászni, ha nem jó. Ott a hagyományos temető, és a zsidó temető pedig a másiktól vagy 60-100 méterre arrébb. Na fasza, ezt meg kiírták itt, hogy Zsák utca. De a térkép meg erre hozza az utat. Elvileg. Hát bevegyek. Meglátom, hogy mi lesz ezek ilyen kis kertek. Na ilyet se láttatok még, a cseh hétvégi vikendházak. Íme, jaj. Na, ennyit a Google Earth-ről. Jó, most az egyszer, nem tudom mi van, eljöttem ide. És ennyi. Francba. A Gravelmi. Na, közül találtam itt egy aszfalt utat. Ó, meg még egy házat is. Egész jó hely. Meg tűnik így messziről, de már közelebbről nem. Na hát... Az az út egyébként a vasút túloldalán írta végig, nem ezen a felén. Úgyhogy most újra navigálás következik. Fogalmam nincs, hol vagyok, de higgyétek el. Na itt megállok, megnézem, mi van. Nos, ha minden igaz, akkor jobb oldalt, plusz bal oldalt is kell lennie egy-egy tónak, amit én innen még nem látok, viszont az út az teljesen jó. Balra már látom fák közt, így tükröződik valami, ha az tó. Meg ott látom jobbra is. Aha.
Na hát, lenézek, ahol le lehet, és akkor keresek valami csendes helyet. Na, az út és a táj ez egyre jobban néz ki, csak éppen a tóhoz nincs egyetlen egy lejáró se normálisan. Na, az a helyzet, hogy lekeveredtem a tóhoz. Akkor ez úgy helyszínnek rendben van. A tömeg eddig csillagos ötös. Nem, már most talán nehogy azt higgyétek, hogy antiszociális vagyok, csak tényleg most ki kell pakolni minden lószart itt a táskából. Ki kell pakolni az egész bicikliből mindent. Mert tényleg főzni fogok. És nem akarom, hogy itt ilyen cirkuszi látványosság legyek, mert itt lett volna egy pad. Ott ó, van szemetes, lehet, hogy lesz másik. Az az igazság, hogy ez valamiféle Szent Anna templom. Szent Anna Kirchenhez egy ilyen lejárat. Ez a jobb oldali tó, a bal oldalihoz nagyon ilyen pukkantót volt, és ó, igen, igen. Ó, hello, kutyi. Ó, oké, bácsi van vele. Ez itt, én itt el is foglalom, úgy döntöttem. Nos, kipakoláztam közben, megmutatom, hogy miket tudtam venni 215 koronáért. Először is ez 6 darab ilyen, hát kiflé, nálunk is van hasonló. Vettem egy ilyen áfonya, vagy egy tribizli lekvárt. Ez joghurt, tehéntúró, kétféle sajt. Ezek mind akciósak voltak, ez is, ez is, ez is. Egy zacskó magyaró, vettem tésztát, két ilyen nápolyt, ezt vettem reggel, és ez nagyon finom. Ezt elteszem a tartalékba, plusz egy 1 literes kofolát vettem. Ez egyébként itt a literes kofola került annyiba, mint a fél literes ott fent a várnál. Ez volt 215 korona, ezt átszámítva egy 2750 forint, tehát egy olyan, hát 9-8,5 euró között van. És akkor a mai menü az túrós tészta lesz joghurttal, ez lesz az ebéd, desszertnek lesz hozzá édesség, vagy esetleg még egy kis lekváros tészta. Ezt fogom megfőzni. Első lépésnek is a kocsmából szerzett vizet felforraljuk, és majd amikor forni fog a víz, akkor egy marék tésztát bele kell tenni. Most lehetne sót tenni a vízbe, de az nálam nincs, úgyhogy most ez kimarad. Ez a tészta mennyiség ez akkora, hogy ezt még szerintem 2 alkalomra meg fogom tudni főzni. Most csak egy marékkal fogok főzni, viszont annyi, hogy a túrót, azt, a túrót meg a tejfölt, azt mindenképpen meg kell hozzá enni. Ilyen érdekesség, hogy az ABC-be, vagy hát ez a közért, vagy mi a fene ez, már a másodikba megyek be, és a kettőből kettőbe ázsiaiak vannak. Most a poén az az, hogy nem beszélnek csehül. Tehát, hogy bejött a helyi faszikán, meló után, és kézzel lábbal mutogatnak egymásnak. Mit tudom én, cigarettát akart venni, és ott mutogatták, hogy melyiket, mert abszolút nem érti a csehet. Nagyon durva, a kis cseh is a fent a várnál az is. Én azt hittem, az valami diák munka, de aztán kiderült, hogy nem az. Nem érdekes jelenség. Nálunk ilyet még nem láttam, de lehet, hogy csak pont kifogtam. Na. Felfort a vízbe, raktam a tésztát. Hát, mert meglátom, mennyi lesz, ez lehet, még főzök egy adagot. Csak nem akarom azt, hogy utána meg muszáj legyen megenni az egészet. Bár hagyjettem, nem fogok elindulni azonnal, hanem picit pihenek. Ki kell találni, hogy merre menjek tovább, mert a track az már régen elmúlt, az a pont. Úgyhogy most elég jól megyek, 72-t jöttem eddig, 700-valahány méter szinttel, és még most van ilyen 4 óra körül. Úgyhogy itt egy másfelet el leszek, és még bőven fogok menni estig. Érdekes, hogy náluk a tehéntúró, az külön egy ilyen fóliába van becsomagolva.
elég jó, krémes. Gondolkodtam, hogy lekvárt teszek rá joghurt helyett. Szépen fogjuk a tésztát, amiről leöntöttem a vizet. Így kitesszük a tányérba, megtakarítottam már előtte. Ízlésünk szerint teszünk rá finom túrót, ha akarja. Így szépen, hadd legyen jó sok. Sokat bicikliztem, meg még jó meleg is volt végre valahára. Na, hogy nézem, hogy így mi. Jaj, ez a félre ment. Még egy picit. Így. Alasodja. És egy kis áfonyalekvárral megzavarjuk a savanykás mi voltát. Na, még egy iciri-picirit. Így ennyit ráteszünk. Nagyon jó. És akkor készen van a túrós tészta áfonyalekvárról. Na, próbálok ide lemenni. Mert seggel is lefogok. Ó, a basszus csúszik. Mondtam, hogy dobok egy seggest, de azért csak nem, a kaja megmaradt. Íme tó mellett tálalva a kolostor csendjének a hagyományával és a végre a 3 nap után sütőnap érlelésével. És egy kicsit megcsúszott a lábam, ilyen agyagos ez a cucc, úgyhogy már csak megpróbálok innen visszamenni, ahhoz kell a két kezem is. Isteni finom volt. Na, megeszem ezt magába, ezt a kis maradékot, nem akarom elvinni. Feltűnt közbe, hogy nincs szúnyog. Pedig hát egy tópartján ülök, a víztől, nem tudom, 3 méterre. És egy árva szúnyog nincs nálunk, meg otthon a ház mellett is van egy tonna. Nem tudom, hogy csinálják ezt. Míg erről a maszkos dologról nem beszéltem itt Csehországban, de a németeknél kötelező volt a bőnek, meg a boltos nénének is. Itt viszont úgy van, hogy akik ott dolgoznak, azoknak van, meg van egy ilyen védőfólia, de a vevőnek meg nem kell. Milyen érdekes ez, tegnap délben még ott vacogtam fent a hegy tetején, szakadó esőben, meg 8 fokba. Most meg itt kávézgatok egy tóparton. Igazi jó kellemes idő van. 512 méter magasan vagyok, és az árnyékban egyébként olyan kellemes hűvös van, hogy néha jól esik kisétálni odáig. És a napon sincs az égető nagy meleg. Most az lesz, hogy fogom és összerakom az útvonalat, hogy merre menjek tovább. Egy biztos, hogy a 21-es útra mindenképp visszamegyek Plana felé. Lehet bemegyek már így kora este. Kora este, fél öt van. 242-t jöttem eddig a túrán, pont úgy kezdtem el számolni, hogy göngyölítsem. Na hát, tervezünk útvonalat. Ugye megtalálja a position-t. Nem, mert nem igazán ott vagyunk. Hát, hogy hát... Ő szerint ott vagyunk a főúton. Mondjuk az se rossz. Itt vagyunk, így van. Itt ez a két tó. Ez. Meg mondta a villának a hegyével. Ez a két tónak vagyunk mi most itt. Ez itt a kolostor, egy kicsit kinagyítom. Így itt jöttem le. Én eljöttem idáig, és innen jöttem így vissza be. Most, ahol ott értetlenkedtem, hogy mi van, ott kellett volna a földúton tovább menni. Itt volt hogy átjöttem a vasút felett. Itt kellett volna tovább jönni, és akkor egészen eljutottam volna a kolostorig, meg lehetett volna nézni. Most vessetek meg, de én azon nem fogok azon a földúton fölmenni.
Néztem a neten, egyébként annyira nem egy nagy valami, de gyönyörű szép, csak most nem fogok oda fölmászni. És akkor ott lehetett volna, ide lehetett volna lejönni, és ha körbe mész, akkor itt jössz ki, ha a másik oldalán jössz körbe, akkor meg itt jössz ki. Na mindegy, az a lényeg, hogy én itt vissza fogok menni ezen a 20-170-es úton, egészen ide a 21-esre, Planál felé. Szerintem bemegyek, megnézem Planát, hogy milyen, és egy picit a nagyobb távlatokba gondolkodunk, és megtalálja. Aha. Akkor valószínűleg én el fogok jönni, mert Teplice volt egy ilyen, hogy nem, Tachov felé, akkor mutatom úgy, hogy lássátok. Na, teszem ezt a villát. Így, itt le fogok jönni Tachov felé, ahol foltokat látok az erdő. Na most Tachovtól a német határ az itt van. Én nem megyek át itt nyugat felé, hanem jövök le majd délnek, Stare Sedlicsének, majd onnan Primdának, és lehet, hogy átjövök Waldhaus felé, még lehet ezt ma megcsinálom, nem tudom. Az eredeti tervem az az volt, hogy lejövök Furtamwaldba, de lehet, hogy jövök le majd Bornak. Inkább, sőt, nem, az lesz, tényleg, hát ez volt az eredeti, de hülye vagyok. Jövök le, végig Bor felé, Bortól egészen jövök délre, Pobezsovicénak, így van, és majd ott szerintem Furtamwaldnál átjövök. Hát valami ezt fogom betervezni, és akkor jutok, ameddig jutok. Na szóval, itt van egy rövidke térkép. Itt szerencsétlenkedtem a vasúti átjárón, és akkor itt kellett volna tovább menni egyenesen, és itt lehetett volna két oldalról körbe kerülni, itt volt apad, itt főztem, és akkor itt vissza fogok jönni, kimegyek Planába, itt megnézem ezt a tavat, és akkor megyek tovább lefelé Bornak délre. Hát ez egy jó hely volt, az a helyzet, hogy már kicsit fáztam, hűvös volt itt az árnyékba, úgyhogy még megpróbálom itt a van egy móló, elmosogatom a tányéromat, mert nincs mibe. Aztán a gyúvásan nem akarom tovább vinni. Fájó szívvel búcsút veszek ettől a remek helytől. Hát eltöltöttem itt egy jó órát. De hát menni kell a német határig. Tulajdonképpen ilyen majdhogy nem egyenes vonalban van 77 kilométer, ezt programoztam le. Nyilván ez a mai nap már nem nagyon fog összejönni, de hát ameddig tudok, addig megyek, és sötétedéskor keresek egy eldugott helyet, ahol megalszok reggelig. Bácsi éppen sólymászkodott, csak nem akart odarepülni a kezére, aztán észrevette, hogy filmeznem, és szégyelős lett egyből. Ez itt Plana belvárosa, illetve azon belül is egy park. Igen, jó megvan csinálva, futópálya, Condi park, minden van. Direkt beterveztem már egy külön kis kört, hogy megnézem már, ha itt vagyok, igazából sietnem nem kell. Kihagyni meg kár lenne, és akkor benézünk az óvárosba. A jó szokás szerint macskaköves a belváros. Ami jól néz ki, csak rossz rajta tekerni, főleg csomaggal. Ezt lehet mindig elmondom. Jaj! És hát természetesen ilyenkor jön mindenki pont erre. És akkor én megyek erre. Ez itt egyfajta főtér. Ez igazi középkori város. Néztem a történetét, ki volt írva. Ilyen bányászattal foglalkoztak, meg különbözőféle ilyen fém megmunkálással, meg fakitermeléssel. Ilyen tipikus bányaváros jellege van. Van ez a négyzet alakú főtere, és kész mellette ilyen lepukkant történelmi jellegű épületek, kintébb meg panel, ahogy itt az ilyen régi szocialista országokban volt. Viszont a házak
történelmi jellegét azt nagyon jól megőrizték, plusz még ilyen jól fel van újítva. A 21-es út mellett 10 méterrel tartok délnek. Ez a régi út volt, ami sokszor jobb minőség, vagy hát nem sokszor, hanem jobb minőségű, mint nálunk a rendes út. És ugyanez van kint, csak sokkal szélesebb, meg egy nagy leállósával, de ez teljesen párhuzamosan megy a másik úttal, úgyhogy itt nem nagyon járnak autók, sőt, tehát egyáltalán nem, ott pont jön a kamionna, az a főút. Ezekben a bringa túrákban az egyik legjobb rész ez a késő délutáni, kora esti időkben történő bringázás, olyan helyen, ahol nem nagyon van a kutya se, és reméljük az pláne nincs, de annyira jó az idő, ez a táj, az, hogy ha akarok, itt megyek, senkit nem érdekel, ez egy mellékút, itt a gazdák járnak traktorral. Fantasztikus! Kijöttem a másik felére, hogy megmutassam a belső utat. Már túl jöttem rajta, úgyhogy nem tudok rá kimenni. De így megy párhuzamosan, és azon ott nem jár senki. Közben ott a távolban a szélmalom, és megkockáztatom, az sokkal nagyobb, mint amit Németországban láttam. Ez egy messziről hatalmas. Talán pont nem volt benne a tábla. Ez Bor városa. Ingyen megfejtem majd, hogy melyik nagy írónkat vitték erre felé a második világháborúba. Talán Radnóti, de most így nem igazán emlékszem rá. Este 6:30 van, vagy hát délután 6:30. Úgyhogy már igen, megközelítettem a német határt. Letértem egy pillanatra az utamról, megmutassam nektek Bornak a főterét. Ez a templom az egyetlen ilyen komoly történelmi nevezetessége. Alapvetően pedig elég jól be van pukkanva. Itt szembe van a vár. Amit jól el is néztem, meg kell fordulni. Nos, íme, sikerült bejönni, nyitva volt a kapu, nincs itt senki. Ez Bor városának a régi vára. Értek, nézzük meg, ez a régi szárnya még nincs felújítva, és látszik, hogy pont most kezdték el fejleszteni. Fantasztikus, fantasztikus. Egy picit nekem ez a belseje a sáros patakire emlékeztet. Szinte egy világít a semmiből. Nem akarok ordibálni, elnézést, hogy itt valaki elhajtson a francba. A táborhelynek ez tökéletes lenne. De nézzük meg kívülről, hogy itt mi van a fantasztikus nappal szembe pláne. Van mögötte egy tó, de itt meg már be van zárva a kapu. És ez a túloldala. Fantasztikus. Ez zseniálisan néz ki, és gyönyörűen meg van csinálva. Közvetlen vár mellett egy kolostorszerűség található, így egy gyár mellett. És mindjárt megfordulok, mert nekem a másik irány kell. Nem jön senki, csak pont szemben nappal leszünk, de talán kitakar egy picit most. Aha. Így benne van a kolostor is, meg maga a várnak a tornya. Fantasztikus. Igen, látszik, hogy most újítják, és akkor majd biztosan talán látogatható lesz. És akkor hagyom egy picit, hadd menjen. Itt van egy ilyen híd, itt is van egy ilyen történelmi emlékmű, ez nem tudom, kinek lehet a szobra. És ott, ha figyeltek jobb oldalt, itt van egy, szintén egy ilyen kastélyszerű valami, csak le van nagyon pukkanva. És eszméletlen, mint tudom, egy szellem kastély, és mellette meg a felújított másik
és akkor nekem pedig erre kell mennem tovább. Elhagyom Bort. Hangulatos kis pici városka volt, vagy hát az is. Megyek tovább, ameddig csak tudok. A német határ körülbelül egy, hát nem körülbelül, mert 53 kilométer. Ezt biztos, hogy nem fogom már ma elérni. Úgyhogy élvezem ezt a kora esti bringázást itt a cseh alsó rendű utakon. A helyek remek minőségűek, forgalom az elég kevés rajta. És jó gírbegurbák és jó kacskaringósak. Mutatok nektek valami különlegeset. Várjál, így. Ezt nézem, hogy mozog-e, de elég stabil. Figyelj. Hoppá. Vigyázok, hogy valami szegbe bele ne nyúljak. Íme. Az igen. Egy ilyen tavacska. Miről beszéltem, hogy most nappal szembe kicsit fura. Tele van kacsával, az előbb elriasztottam szegényeket, ott mennek. És hát szerintem ezek ilyen vadász helyek, mert hogy itt van egy sörét, nem is egy, hanem több is van. Jaj, várjál. Golden Eagle van lőve. Nem legyek, mielőtt beleesek. Elég keskeny. Ja, fantasztikus így a kora esti fényekbe. Ennyire van az úttestől. Így. Na, hogy mondják már a magukét. Nem tudom éppen hol vagyok, de próbálják ezt a légoltalmi szirénát, vagy mit. Elég ijesztő. Jó hosszú már az árnyékom. Egy jó óra múlva be fog sötétedni, úgyhogy most már visszavettem a tempót. És keresem a tábor helyet, hogy hol tudnék titokban megaludni holnap reggelig. Németországig még van vagy 45 kilométer, egy picit több, de az már ma nem fog beleférni. Ezekkel a rétekkel és dombokkal zárom a mai napot. Na, ez így az igazi belebringázni a naplementébe, a búzamezők közt. Király. Itt egy tó, és nem véletlen jövök én erre, ugyanis találtam egy kempinget. Állítólag nagyon olcsó. Itt ez az. Most ott kell bemenni. Jó. Most annyira az, hogy nem éri meg itt kínlódni, már itt keresem egy másfél órája. Egyébként olyan könnyűnek néz ki, mert szántóföld van, meg fű. Figyeljetek, szántóföld nagyon sokszor körbe van kerítve villanypásztorral. Minden ilyen 200 méteren izé van. Ez a vadászles. És tegnap éjszaka is vadásztak, például hallottam a lövöldözést. Ahol ma jöttem, szintén hallottam a lövöldözést.
az őz, az előbb nem tudtam lekamerázni, így 2 méterre állt és így nézett a fejembe. Aztán találtam egy fasz a helyet, ami nem volt körbekerítve, ilyen, mit tudom, egy bokka középig érő fű, tolomba biciklit, ja, igen, vagy 100 méterre volt egy facsoport, hát mondom a legjobb. Mögötte a fa mögött, az nekem ott jó lesz. Hát, tetszik, érzem, hogy locsog a talpam. Mondom, össze, hihetetlen, hallod, figyelj, nézd a cipőmet. Én nézem, hogy így cuppan bele a cipőm a vízbe. Tehát, hogy esett az eső itt 3 napig, az full vizes, de ilyen, mint ez itt, így. És atya ég, mondom, hogy mész, egyre nagyobb a víz. Jó, felpattanok a biciklire, pont egyesbe hajtom kifele, de úgy, hogy a kerék az meg van merülve a vízbe. Na, mondom a kis szomat. Úgyhogy mondom, ez marad. Sikerült bejutnom, ez a Sicserák camping. Ez egy baromi nagy camping, és az a helyzet, hogy senki nem volt itt a recepción. Pont egy motoros csávó vakarta itt a fejét, hogy tud bejönni, aztán felhívta a számot, és akkor itt a büfénél, ott ahol vannak a tömegek, ott beszélt valakivel, aztán mondtam, hogy segítsen már. Az a nagy igazság egyébként, hogy a túlfelén én úgy jöttem be, hogy nem a főbejáraton, hanem le volt így kővel rakva, hogy kocsival ne lehessen bejönni. Szóval az a helyzet, hogy simán lehetett volna így sunnyogni egy estét, de nem akartam ilyen sutyó lenni. Egyébként 140 korona egy este, azt felszózod, én 1800 forintot, annyit meg szerintem megér. A túlfele tele van csehekkel, megy a lakodalmas cseh rock, és akkor mondta a hölgy, hogy ez a része meg itt ilyen csendesebb, ez itt a mosdó, és szerintem nekem ez itt errefelé teljesen jó is lesz, és akkor reggel 7-kor kell rendezni a számlát, hogy lehet tüzet rakni, és nagyon hangulatos, ott van egy tó, lehet inkább azt most megmutatom nektek. Nos, ez egy ilyen horgászhely, meg strand is egybe, épp itt a strand részén vagyok, és ez nagyon fantasztikus kis hangulata van, de óriási nagy, tehát ilyen biciklivel 5 percig jövök rajta keresztül. Úgyhogy mindjárt keresek egy jó helyet, aztán elteszem magam reggelre. Most beesteledett teljesen. Bár talán ott még egy picit látszik az ég alja, ha eltakarom a lámpát. De nem takarom el. Képzeljétek el, ezt tudjátok mi volt? Tejszín, basszus. Azt hittem joghurt, de nem. Mondjuk itt van rajta a habverő. Ez úgy nagy sebesen nem esett le az ABC-be, de mindegy, megittam magából, úgyhogy este megy a hasam, akkor semmi gond. Mennek a töltések. Töltődik a Briton. Jó Brighton, csak vicceltem. Nem volt lemerülve, ilyen 70% volt benne, de feltöltöm, mert ugye ebbe a túrába sose tudhatod, hogy alakul, úgyhogy nem baj, a tele van. 2 akkumulátort használtam ma el. Azok is töltődnek. És akkor itt a vacsora. Van sajt, 2 sajtot vettem. Ez ilyen több ízű, füstölt, ementáli, plusz van gombás sajt. És a jó kis kifli, ez lesz a vacsora. És megvacsorázok, még lehet egy icipicit olvasni is fogok. Kész a táborhely, volt egy kis függőágyazás, és nem tudom, mi látszik belőle. A reggel megmutatom még egyszer, és akkor erre a kilátásra fogok lefeküdni, illetve ezt nézegetem már egy ideje. Reggel többet fogtok látni benne, hogy 112 kilométer lett a mai nap, és lett benne 1047 méter szint, 38 kilométerre vagyok a német határtól. Úgyhogy ezzel a képekkel zárom a mai szakaszt. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a filmet, és akit érdekel a folytatás, várom a következő részben.
csókolom. Hogy keresnek egy kerékpárost, hogy nem eláttam? Nem igazán. Mutatom a számot, esetleg nem látszik, 14-es van rajta. Onnan lentről jöttem most föl, én szakaszom. Hát igen. Még ha szálkázva se volt egyszerű. Hát nem látszik a kamerába, de olyan meredek, hogy tolni is fáj fölfelé. Na, feljött egy ilyen... Feljöttem egy ilyen murvára, elvileg ez visz a tóhoz. Csak most a Google nem lát itt utat a főúthoz. És nekem meg a track meghoz, úgyhogy az elég nagy gond.